Sziasztok! Üdvözöllek benneteket az Anyósok konyháján. Ma egy kókuszos süteményt fogunk elkészíteni. Itt láthatjátok is a hozzávalókat. Ez a tészta hozzávalója, de majd úgy is fogom részletesen mutatni a többi hozzávalót. Aki kíváncsi arra, hogy hogyan is készítem el, azt tartson velem. És egy kis kanálfahéjat szórunk bele, egy ilyen kis mokkás kanálit. Így elkavarjuk. Egyébként ez egy nagyon finom sütemény. Stefának a kedvence. És nagyon örül, hogy ezt csinálok. Jól elkavarjuk. Így. És akkor most a 200 g vajat hozzá fogjuk adni, és akkor a kezünk segítségével elmorzsoljuk benne. Kicsit darabokra szedem. Még könnyebb legyen. És akkor ezt a liszttel együtt így elmorzsoljuk. Kezünk segítségével. Na hát el is morzsoltam már benne a vajat, ilyen állagot kaptunk, és akkor most hozzá fogunk adni egy tojást, meg egy kanál tejfölt. Két kanállal, bocsánat. És akkor ezt így össze is állítjuk. Ezen már jobban át tudom dolgozni, mint egy kanállal, kicsit váltottam. Látassátok is, kezd már egyé válni. Ha úgy látjátok, hogy nem elég a tejföl, két kanállal, akkor még egyet meg nyugodtan tehettek hozzá. Most igazából nekünk is el fog dőlni, hogy mennyi kell bele. Kell még egy. Szerintem szükséges, de nem hiszem. Na hát össze is állítottam a tésztát, de én szerintem egy kanál tejföl bőven elég lett volna bele. Ezért most, hogy jobb állagot kapjunk, ezért egy kis lisztet öntök bele. Szórunk bele, és akkor ezzel még egyszer összegyúrom. Nagyon ragacsos tészta lett, és hát abban nem igazán tudunk dolgozni. Hát szerintem ilyesmi tésztát kell, hogy kapjatok, ilyesmi állagút. Na még egy kicsit a tetejét megszórom, és akkor ilyen lassú, könnyed mozdulatokkal bele is dolgozzuk, még egy kicsit így átgyúrjuk. Próbáljátok ne erősen gyúrni, mivel akkor nagyon lágy tésztát fogtok kapni, és attól lesz ilyen ragacsos. Könnyű kis, ennyi kis mozdulatokkal. Ezt a tésztát két felé fogjuk vágni, mivel két lapot fogunk sütni, megpróbálom egyenletesen elvágni, hogy ugyanannyi
tésztát kapjunk. Ja. Egyelőre a tésztával nem foglalkozunk, és akkor csináljuk most a tölteléket. Mikor lesz már kész? Nem sokára. Én meg itt már ne! Nem ilyen szalonnákat teszek, ne! Nagy, nagy kilométeres szalonnákat teszek. Mi van, már járunk? Te is meg vagy erőm a sütyeményén? Amit csinálom? Már Szintik is bele akar fogni, nagy munkálatokban. Már tudna, már sütni akarna, már benne van, már nő is. Igen. 6 darab tojást, szétválasztunk a fehérjét és a sárgáját. Most a fehérjére lesz szükségünk. A sárgáját most egy kis időre félretesszük, de majd úgy is fogom mondani, hogy mihez is kell majd a sárgája. Úgy milyen sütit csinálsz, én még nem is tudom. Kókuszos, te kedvencedet. Kókuszos? Igen. Büntit? Nem bounty. Bünti. Bünti. Szép a tojás sárgája. Kész van ma. Nem, mindig ezt kérdezik, kész van már, kész van már. Ha miért főzöm sokáig a csütöt? Oh my god, ez micsoda? Á, nem is tudom. Most elkezdünk vágálni a tojásfehérjét. Akkor folyamatosan adjuk fogjuk hozzá a 200 g porcukot. Akkor ezt egy jó kemény habbá fogjuk felvárni. Elésért állagunk. Most akkor hozzá fogunk adni egy csomag kókuszreszeléket, ez 200 g, meg egy 100 g-os kókuszreszeléknek a felét, ez összesen 250 g kókuszreszeléket fogunk hozzáadni. Igazából mindegy, hogy milyen fajtát használtok, mi ezt tett, és láthatjátok amúgy, hogy két különböző fajta, szóval mindegy. Mivel, hogy kókuszos süteményről beszélünk, ezért nagyon dominál benne a kókusz. És akkor ennek a felét fogjuk hozzáadni. Ami 50 g. Szóval összesen 250 g kókusz reszeléket kell hozzáadjatok. Most akkor ezt így elkeverjük. Nagyon óvatosan. Aki nagyon szereti az ilyen kókuszos süteményeket, desszerteket, csokikat, annak ezt a sütemény nagyon tudom ajánlani. Ez már így jó is. És akkor térjünk vissza a tésztához. Ketté választottuk ezt a tésztát, és most az alját fogom kinyújtani kocka alakúra. Jó, és én szerintem itt már így tökéletes is. Most ezt bele fogjuk helyezni a tepsibe.
próbálok alányulni. Szép kis lezek és mozdulatokkal bele is helyezzük. Akkor most jön a következő. Próbálom ezt is ugyanolyan nagyságúra, méretre nyújtani. Ha egy kicsit különbözik, az nem okoz problémát, hogyha nagyon az van, igen. És nyújtottam a második tésztát is, és most a törteléket fogjuk ráhelyezni erre az első lapra. Jó, és akkor megpróbáljuk egyenletesen elosztani. Én már rá is raktam a tetejét, és akkor most megszurkáljuk villával. És 170 fokon, egy ilyen 20 perc, fél órára berakjuk sülni. És így én szerintem egy jó fél óra után meg is sül, és akkor mutatom nektek a továbbiakat. Most el fogjuk készíteni ezt a sárga mázat a tetejére. Ez ugye 6 darab tojás sárgája, 100 g porcukor és egy kanál romaromára lesz szükségünk. Köszönjük egy kanál romaroma. Így. És 100 g vanília porcukor. Ezt, mikor már kisül a sütemény, ezt egyből rá kell önteni forron, ezt a mázat, ez nagyon fontos. Most így elkavarjuk. Thank you.
akkor már várjuk még kis sülös ütemény. Én szerintem így már jó is. Értük az megfelelő állagot. És jövök vissza nektek sokan. Szerintem ez már meg is sült. Hát igen, ez egy kereken egy fél órát sült. Próbálom óvatosan kiverni. Jó. Ez a magaszt. És ugye bár mondtam, hogy ezt forró rá kell önteni, ezt a mázt. Már teszem is rá. Az nem baj, hogyha egy kicsit így lefolyt oldalra. Íme a végeredmény, el is készültem a sütivel, és hát azért vannak rá jelentkezők itt a család. Pali, sziasztok! És akkor egy minőségi ellenőrzés fognak most csinálni. Ez egy kis kóstolyfa, nagyon jól néz ki. Úgy jó kis puha. 3-2, jöttem, ha beleharaptál. Oh my god, itt nagyon finom, fú! Nagyon puha a tésztája, nagyon finom. Puha, nagyon kókuszos. Nagyon. Szerintem próbáljátok, aki szereti a kókusz, nem fog benne csalódni, brutális. Ó, mint egy bomb. Igen. Nem? Igen. Az attól is finom. Telje. Életveszélyesen finom. Csak én nem éltok telje. Na hát ez tényleg finom. Na hát ezt próbáljátok ki. Nem fogtok csalódni, nagyon finom. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!